Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret bátokat, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. Folytatjuk az Evangélium ABC-jét. Most már a negyedik betűnél, a D betűnél tartunk. Aki most kapcsolódik be, annak csak egy kis pici bevezetőt hadd mondjak, Azért neveztem el így ezt a sorozatot, hogy ABC, mert ezzel azt akarom sugalni, hogy remélem legalábbis nagyon egyszerű formában mondom el azt, hogy Jézus mit akar velünk, hogy kicsoda ő, milyen az ő élete, mik az ő legfontosabb lényegi üzenetei a számunkra. Remélem, hogy valóban érthető is lesz. Egyszer beszélgettem egy bölcs emberrel, nem attól volt bölcs, hogy derék fölött le volt vágva a lába, azonban ez belekényszerítette őt egy olyan helyzetbe, hogy több ideje volt gondolkodni, és a gondolkodás az viszont már elvezethet a bölcsességhez, és azt mondta nekem, hogy az emberek 99%-ban félreértik egymást nagyon remélem, hogy most tudok új beszélni Jézusról, hogy az az egy százalék, aki nem ért félre, az azt érti, amit Jézus is akar, hogy magértsen. Én azt kívánom, hogy ez az, az egy százalék táguljon, és lehetőleg legyen benne minden ember száz százalékban, hogy senki ne értse félre, amit mondok. Persze az is jó, hogyha Benned valami úgy születik mag, ahogy azt te érted mag, ahogy arra most neked van szükséged. Én bízom abban, hogy valami most ebből a gondolatsorból pont el fog találni téged. Ezért kérem a bizalmadat, kérem a nyitottságodat. Sokszor szoktam stoppolni, és stoppolás közben a legkülönfélebb emberekkel találkozok. Ha valaki olyan ül most a kamera másik oldalán, aki már egyszer fel volt, akkor szeretettel üdvözöllek, és köszönöm szépen, hogy annak idején valahol, valahonnan, valameddig elvittél. És stoppolás közben tapasztalom azt, hogy mennyire szükség van a magértő figyelemre. Ezért most erre kérlek téged, hogy ajándékozz nekem magértő figyelmet. Amikor a gyerekek tanulják az ABC-t, akkor lehet, hogy sokszor muszájból vannak bent az osztályban, a teremben, a tanító nénivel, ugye az elsősök tanulnak írni, és ezért egy kicsit sántít az én hasonlatom, hiszen mi most nagyon remélem, nem muszájból vagyunk itt, hanem te azért hallgatsz engem, én pedig azért beszélek most Jézusról, mert ez a legnagyobb örömünk. Jézus, aki valamit mondani akar nekünk. Valami olyasmit, ami, ami nekünk fontos, amire szükségünk van. Nagyon fontos az, hogy amikor az Evangéliumot hallgatjuk, akkor azt négy csak így kívülről, egy tőlünk független valóságként boncolgatva, tudományosan hallgassuk, hanem merjünk belemenni, merjük elképzelni, hogy ez rólunk szól, hogy Jézus nekünk beszél. Örömből, szívből, abból az igazságból szól hozzánk Jézus, ami őt a leginkább foglalkoztatja. Halljuk, mi foglalkoztatta őt a haldoklása során. Lukács evangéliuma, 23. fejezet, 39. verstől a 48.ig hallgassuk együtt. A megfeszített gonosztevők közül az egyik szidalmazta. Nem a Krisztus vagy te? Szabadítsd hát meg magad és minket is. De a másik megródta, ezekkel a szavakkal. Nem félsz Istentől? Hiszen te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését vesszük. De ez itt semmi rosszat sem cselekedett. Aztán így szólt. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz országodba. Ő azt felelte neki. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön a kilencedik óráig. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet! E szavakkal ki a lelkét. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. Az egész sokasága, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verve hazatért. Jézus haldoklásának Legutolsó fázisából láttunk egy részletet, pontosabban nem csak Jézus haldoklásából, hiszen az a másik két ámbar, akik ott voltak, ők is éppen ugyanúgy szenvedtek, mint Jézus. A mai történetből már rögtön az elején szeretném kiemelni azt, hogy azok, akik ott voltak és látták ezt, valószínűleg láthattak már máskor is köröztre hiszen sajnos abban a korban ez egy majdnem mindennapos látványosság volt, ahova a római birodalom eljutott, ott sorakoztak a köröztek. Akkoriban az volt az elnyomó uralom, ma más. De ezt egyenlőre hagyjuk egy másik műsor alkalmára. Az emberek tehát hozzászoktak ahhoz, hogy egészen közelről láttak kínzásokat. Nem olyan kényelmes pozícióban, mint ma mi a moziban, fotelből, hanem ott az utcán. És bizony nem is volt ez olyan egyszerű dolog, mert ki tudja, hogy a következő pillanatban nem a néző került oda a kínzottnak a helyére. Ma egy picit, a TV, az internet, a média által van egy furcsa távolságtartás, egy furcsa különbség a valóság és a virtuális valóság között. Ezért én most arra hívlak téged, hogy úgy hallgassd és úgy nézd ezt a történetet, mint ahogy az utolsó mondatban volt, az egész sokaság, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verve hazatért. Miért verte a mellét bárki is, aki ott volt? Hát most gondolom, a mikrofonnak nem tenne jót helyén, itt egy nagyot ütnék rá, de azért próbáljuk mag. Mi, mi, is történik akkor, amikor az ember így rájut a mellére? Miért teszi ezt? Ez egy nagyon erőteljes gesztus. Össze akarjuk törni a külszívünket. szívünket. Mag vagyunk rendülve. Valami olyasmit láttunk, amit nem tudunk máshogy kifejezni, csak így. És annak ellenére, hogy korábban már láttak, valószínűleg sok köröstrefeszítés, sőt a kivégző osztag vezetője maga is talán nagyon-nagyon sok embert látott maghalni, mégis itt valami olyasmit látott, amire azt mondta, hogy ez valóban igaz volt. Mi a mai üzenet? Egy gondolatban összefoglalva: Senki se kerülheti el Isten igazságos ítéletét. Ez az evangélium ABC-nek a D betűje. Senki se kerülheti el Isten igazságos ítéletét. Halljuk, hogy ott van Jézus mellett az egyik oldalon és a másik oldalon egy-egy gonosztevő. Pontosabbat nem tudunk róluk, talán rablók voltak, gyilkosok, de az biztos, hogy amikor az egyikük azt mondta, hogy mi jogosan tetteink méltó büntetéseként vagyunk itt, akkor a másik nem fellebbezett, nem fordult az alkotmánybírósághoz, hanem hallgatott. És ez a hallgatás sokat mondó mi vagyunk azok, akik ott vagyunk Jézus mellett köröztre feszítve. Mindannyian. Mindannyiunk jogos büntetése a halál. Csak az nem mindegy, hogy hogyan halunk mag. Azért mondom el most ezt a tanítást, mert van egy örömhírem a számodra. Lehet, hogy először maglepődsz, hogy miért örömhír ez nekem, egy ilyen talán rémisztően hangzó igazság, hogy senki se kerülheti el Isten igazságos ítéletét. Hát, hogy egy picit közelebb hozzalak a témához, talán téged, vagy valamelyik ismerősödet, barátodat, rokonodat már ért valamilyen igazságtalanság. Például kirúgtak a munkahelyedről, és nem csak arról van szó, hogy te személyesen igazságtalannak érezted, hanem tényszerűen valóban az volt. Ha ilyesmi történt veled, vagy valaki mással, vagy a jövőben fog ilyen történni, bátorítalak téged, hogy az utolsó napon, amikor leszámolsz a munkáján, menj oda a főnökhöz, nézz a szemébe, és mondd meg neki, senki se kerülheti el Isten igazságos ítéletét. Azt hiszem, hogy ha ezt kimondod neki hittel és meggyőződéssel, ő mag soha többet nem is fogja ezt elfelejteni. Na de, mivel Isten igazságai mindig olyanok, mint a kétélű kard, odafelé is vág, mag visszafelé is, ezért, amit mondasz a másiknak, az rádi figaz. Tehát nem töltöd mag azt, hogy az utolsó napon a munkahelyen bosszúból esetleg elrontasz valamit, és abból a cégnek valamilyen ok Átételes módon egy 100 milliós kárja lesz, mert te egy gépet úgy állítottál be, hogy az éjszaka hajnal kettőkor szétrobbant 300 új kocsit. Szóval az igazságos ítélet mindenkire vonatkozik, senki se kerülheti el. És mi ez az, az igazságos ítélet, amit kimondít, az egyik gonosztevő Jézus mellett, amit senki se kerülhet el. Ez a halál. De milyen ez a halál? Azt látjuk, hogy az a gonosztevő, aki káromolja Jézust, valahogy, ha elképzeljük, valószínűleg így mondhatta ki: Nem a Krisztus vagy te? Szabadítsd meg hát magad és minket is gyűlölettel, haraggal a szívében szinte elképzelhetjük, hogy próbálja letépni magát a köröztről, de nem lehet. Oda van ő is szögezve, nakkal halnia, a kivégzést nem vonják vissza, és nincs visszaút. De nézzük a másikat. Ő figyeli a mellette lévő titokzatos profétának, Jézusnak ennek, akiről azt mondták, messiás, a szenvedését. És ez itt a lényeg, hogy hogyan szenved Jézus. Alázatosan, szelíden, senkit nem vádol. Úgy van ott, önmagát magadva, mint az ártatlan bárány, ahogy ezt az ószövetségi proféciák bejelentették. Szelíden, Alázatosan magtörve. És ahogyan szenved, amilyen lelkülettel haldoklik, az magmozdítja a jobblatornak a szívét. És azt mondja, hogy, hogy ez nem lehet, hogy őnek neki is magkal halnia. Nem lehet, hogy ő is maghaj ezt persze így szó szerint nem halljuk a történetben, de ez már az együttérzés következménye. Azzal tudunk együttérzni, aki be tudja ismerni a gyöngeségét. Most gondoljunk bele, egy nagyon szélsőséges példa, de szükséges, hogy ilyeneket is átgondoljunk. Amikor Adolf Hitler hatalma csúcsán amikor őt mindenki éljen aztán. Vajon ki tud vele együtt érezni, mint egy gyöngyámra rá? Ki tudja azt mondani, hogy hát belőle árad a szeretet, hát neki nem lenne szabad meghalnia? No de, nézzünk meg egy másik helyzetet. Spirituális tanárunk mondta, hogy Adolf Hitlernek volt egy titkos betegsége, azok szerint talán már annyira nem is titkos, nem tudta tartani a székletét. Hogy igaz vagy sem, nem tudom, de ha igaz, akkor valóban egy egyszerű példán látszódik, hogy egy gyönge magtört ember. Egy gyönge magtört emberrel már együtt lehet érezni. De azzal, aki büszke, aki gőgös, azt az csak sajnálni lehet annyira, hogy ú, semmi közöm ne legyen hozzá. Annyit tudunk, hogy Hitler azt akarta, hogy semmi süljön mag, ő maga testestől, talán lelkestől is. Szörnyű, hogy hova vezet a gőg és a büszkeség. De vajon élete végén, magtörtsége pillanatában mi történt a lelkével? Bízzuk őt Istenre. Egyszer buszon utaztam az egyik olyan évben, amikor kispapként Pécsről mentem haza, és a Szegedig tartó járaton maxolított egy fiatal ámbar, mondta, hogy ő a csillagban dolgozik. Látja, hogy én papír ruhában vagyok, szeretne velem beszélgetni. Elmondta azt, hogy van ott a csillag börtönben egy olyan rab, aki bán van már 25 éve, az egész családját léményszárolta, de még él az édesanyja, és ő minden héten lejön hozzá Budapestről, hoz neki egy kis annivalót. Szereti őt. Erről akarok most beszélni. Mert Isten igazságos ítélete az az, hogy Jézus, maghalt, érted? És amikor a két gonosztevő, az egyik ballator, a másik a jobblator, szömbesül azzal, hogy itt mellettük most Isten szenved, akkor ez a szeretet a legnagyobb ítélet fölöttük. Úgy is elképzelhetjük ezt a karasztat, mint egy bírósági tárgyalást. Jézus a bíró, a bírói szék pedig az ő karasztja, az ő halála, az ő áldozata. És ott vannak a tanúk. Ott vannak azok, akik maguk is ugyanaz szenvedik át. Akiknek ugyanaz a sorsuk. Csak más az oka, ami miatt szenvednek. És Jézus hogyan haldoklik? A világot szidva, a világot kárhoztatva? Én hirdettem három évig a szeretetet, és most ezt érdemlem, Jézusban a leghalványabb jeleső volt az önzésnek, az önsajnálatnak. Istenben bízott. Még az ellensége is azt mondták, hogy Istenben bízott. Másokat magmentett. És amikor az ő alázatos szenvedése elkezd kiáradni a mellette levőkre, akkor azt váltja ki az egyik őjükből, hogy elkezd együtt érezni vele. És amikor együtt érez a jobblator, akkor a lelkében azt mondja, hogy, hogy, ez nem lehet. Nem lehet, hogy ő ártatlanul halljon meg, úgy, mint én, aki bűnösen jogos, hogy maghalljak. A jobblator az első és majdnem a legnagyobb teológus Jézus után, aki a legnagyobb teológus a jobblator magérzi azt, hogy a másikat, a másik gonosztevőt, aki ott szitkozódik, neki le kell intenie. Nem félsz Istentől? Hát te is ugyanazt szenveded, mint ő, de mi jogosan, ő viszont semmit nem tett. Itt van az a titok, amit hogyha elképzelünk, amit hogyha nézünk, akkor nem hiszem, hogy hidegon tud minket hagyni. Jézus igazságos ítélete az, hogy elfogult bírunk. A legjobb barátunk vár minket az utolsó ítéleten. És mi az ő igazságos ítélete? Hogy maghalt, érted? A szeretetben halt mag. És az mondja ki fölötted az igazságos ítéletet, aki a legnagyobb áldozatot hozta, érted? És azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon égető érzés amikor meghalunk, megmutatják nekünk azt, hogy tényleg milyenek voltunk. Nem tükör által homályosan, mint itt a földi életben, hanem valóságosan, amilyenek tényleg voltunk. És ott mindenki térdet hajt. Halljuk ezt a gyönyörű idézetet a Filippi levélből. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt aki bár Isten alakjában létezett, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell. Hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát. Engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely névre meghajol minden térd, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, mert Jézus neve minden más név fölött van. Hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Minden térd maghajó. De nem mindegy, hogy valaki szeretetből hajt térdet, vagy félve rettekbe, hogy ki ez a hatalmas Úr, aki fölöttem ítélkezik. Az utolsó ítéleten az fog minket magítélni, aki szeretetből maghajt értünk, aki a mi legjobb barátunk. ez az az igazságos ítélet, amit senki se kerülhet el, de hogyan fogunk vele szembesülni? Félverettegve? Hogy ó, ezt az irgalmas Istent én soha nem vallottam, soha nem imádtam, elkerültem, magtagadtam, a saját önzésemmel foglalkoztam. Vagy pedig, igen, Uram, magasztalom a Te könyörletedet, magasztalom a Te irgalmadat. Bölcsesség könyvében van egy nagy, erőteljes, nem vád, hanem inkább figyelmeztetés. Bölcsesség 11-17. Mindenki azzal bűnhődik, ami által védkezik. Most nem akarok a pokorról valami túlságosan hosszú és jól értesült információk alapján elmondani képeket nem vagyok ilyennek birtokában, és nem is akarok ilyennek lenni, de a George Orwell 1984 című regényéből egy hadd idézek, hogy a főhős igyekszik az igazságot képviselni, az igazságot keresni, de elkapják, és kínozzák. És egy darabig tartja magát, és a kínzás közben oda szól a kínzójának, hogy az élet fog benneteket legyőzni. És akkor a kínzója magdöbbben érzi, hogy, hogy itt most az igazság szólalt meg. De tovább folytatják a, a kínzást, és eljön egy olyan pont, amikor megtörik amikor az az ember. Ám akarom részletezni, hogy, hogy milyen kínzást találtak ki neki, de megtalálták a gyönge pontját azért, hogy már önként tagadja maga az igazságot, félve attól a kínzástól, ami elkövetkezik. Természetesen az ilyen helyzetekben, amikor valaki kényszer hatása alatt változtat a véleményén, a maglátásán, meggyőződésén, ez mindig gyanús, hiszen ha a lelkiismeret nincs szabad helyzetben, akkor nem várható el tőle az, hogy, hogy, hogy ki mondani az igazságot. Olyan kínzást választottak, amitől ő megtörik. De az a jó, hogy bennünk lakik Isten fia. Nagyobb az, aki bennünk lakik, mint aki a világban lakik. Bennünket emberileg mag lehet törni, de Istent nem lehet megtörni. Amikor Jézus haldoklott, akkor az emberek figyelték, és ez a haldoklása nagyon sokakat magérintett. Mit mondott a kivégző osztag vezetője? Ez az ember valóban igaz volt. Senki se kerülheti el Isten igazságos ítéletét, és mi az ő igazságos ítélete? Az, hogy a legjobb barátunk, aki elfogulatlan bíróként, elfogult bíróként maghalt értünk. Imádkozzunk alázatosan, bűnbánóan, Isten félelemmel, mint például, ahogy olvashatjuk az 51. Zsoltárban mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem van szüntelen. Ellened védkeztem, egyedül ellened, és azt cselekedtem, ami előtted gonosz hogy igaznak bizonyulj beszédedben, és igazságos a te ítéletedben. A korábbi tanítás, a C betű az volt, hogy Isten már megbocsátotta minden bűnödet. Akkor beszéltem arról is, hogyha valaki ezt bőgösen hallaná, mondhatná azt is, hogy jó, akkor még sokat védkezhetek. Nem. Nem ez a helyes reakció erre, hanem a bűnbánat, az alázat, az Isten félelem, hogy nem akarok magbántani, egy olyan Istent, aki annyira szeret engem, hogy az ő legdrágább fiát értem áldozta. Mi jogosan szenvedünk, jogosan ér minket a halál. De nem hitetlenül, nem Istent, világot és mindent átkozva kell akar, hanem hitben. Úgy, mint a jobblator, aki az első szent, az első üdvözült. Jézus szenti avatja a jobblatort. Azt mondja, még ma velem lesz a Paradicsomban, az első szent, akit Jézus kézen fogva bekísért a mennyországba. Most pedig imádkozd velem azt az imát, amit minden alkalommal itt elmondunk együtt, az Evangélium abc nek a végén, mikor is ma ez az örömhírünk senki se kerülheti el Isten igazságos ítéletét mondd velem. Úr Jézus, hiszem, hogy Te vagy az igazság, köszönöm, hogy szeretsz engem. Kérlek, tegyél szabaddá engem a félelmeimtől. A kisítű rágódástól ments meg, Uram, minket. A kicsinyes gondolkodástól ments meg, Uram, minket. A túl szűkös teológiától ments meg, Uram, minket. A fantáziátlan észtől ments meg, Uram, minket. Uram, ha Te vagy az, aki az utcák, a panelházak, a piacok, a média háborgó hullámain könnyedén jársz, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a virtuális tér káoszánát. Uram, ha Te vagy az, aki botrányosan lassú egyházunk háborgó hullámain, a félelmeink örvényén könnyedén jársz, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád ezen az egyház történelmen át. Úr Jézus, emelj fel minket önmagadhoz, egyszerű derűddel vezes ki minket az okoskodás labirintusából. Támasz bennünk hitet, hogy van még élet kicsinyes önmagunk és jó szándékú balgaságunk fölött. Köszönjük, hogy nem ítélsz el minket, hanem reményt és jövőt adsz nekünk. Amen.